Szevasztok srácok, én Jan vagyok, ő pedig itt BB, és ez pedig itt a Fülelő. Mára terveztünk nektek egy kis lemezkritikát, de megmondom őszintén, én kurvára nem szeretem ezt a kritika szót. Hát igen. Tehát én sokkal jobban szeretném, ha mondjuk kibeszélőnek, vagy gondolatébresztőnek, vagy vitaindítónak, vagy valami ilyesminek hívnánk ezt az egészet. Mert sokkal jobban szeretném azt, hogyha megvitatnánk egymással, igen, meg mindenki mindenkivel, hogy tulajdonképpen miért egy szar ez a lemez. Megmondom őszintén, én lifelong fan vagyok. Nem a Hálóval kezdtem, amikor a Rise Records kiemelte a srácokat az egész ilyen... post-hardcore posványból. Hát én a dömping szót is használhatok nyugodtan, jó, azért erősen túljátszott szintén. Szóval az a lényeg, hogy elég régóta szeretem a srácokat, és ahhoz képest, amennyire vártam ezt a lemezt, ez nekem most az év egyik csalódása. Talán az egyik legnagyobb. És mindemellett meg kell mondani, hogy mégsem lett rossz ez a lemez, csak egyáltalán nem Memphis May Fire. Tehát olyan szinten távol van a Memphis May Fire-től, hogy már majdnem paparocs. Én így tudnám a legjobban ezt mondani. Hát nem túl sok valóság van a lemezben, tehát... Így van, tehát nem tudom, a 9. számig kell eljutni a 10-ből, hogy egy hörgést halljunk. Egy Matthew Mullins-tól, akinek olyan torka van, hogy a félkezemet adnám, ha így tudnék hörögni, meg énekelni. És énekelni én kicsit egyébként én ezt ilyen Mad Happy szindrómának hívom mindig. A Bullet for My Valentine is eljutott ugye idáig, meg ugye a Trivium is, hogy az énekes annyira szereti a saját hangját, hogy elfelejt üvölteni. Sevenfold, újabb legjobb példa. Meg hát ugye mind a három esetben voltak hangszer problémák is. Tehát Tuck meg Shadows esetében biztosan. Nem tudom, hogy Metinél mi történt, vagy hogy ez a kiadó nyomására, vagy hogy a gitár, kivált tőlük egy gitáros, ugye most már csak Kellen McGregor gitározik, de eddig is ő volt az agy, tehát igazából ez sem egy olyan nyomós indok, hogy miért kellett ekkorát váltani. És megmondom őszintén, kicsit olyan érzésem volt, mintha Metinek a szólóalbumát hallgattam volna, csak kevesebb volt rajta a Jézus imádás. Soft shoe, I said that old soft shoe, a one, a two, a doodly doodly doo. Érdekes egyébként, van a lemezen featuring, az is elég érdekes szerintem. Heavy is a wait, I don't wanna wait for the ma to be good when I wanna be. Mikor először én meghallottam, hogy repetét van egy Memphis May Fire albumon, hát elkezdtem röhögni, egyrészt, hogy ezt biztosan nem gondolták komolyan, és közben meg utána odaszúrják a lemez egyik legjobb refrényét, ami Meti egészen zseniálisat énekel, mert legalább énekelni zseniálisan énekel, ezt mindenképp a pozitív oldalra fel tudjuk vésni. Viszont, hogy mostanában ez a hip-hop trend, hogy mindenhova hip-hop előadókat kell hívni, ez teljesen letaglózott. Tehát azóta nem is hallgatom azt a dalt nagyon. Tehát így átléptetem, mint a lassú dalokat, amiből szintén egy, nem tudom, 3 vagy 4 is van a lemezen, ami összesen 10 dalból áll, és még hörgésünk sincs, és még breakek se nagyon vannak, és még az elektronikát is csak úgy, ahogy használják normálisan, és folyamatosan az a hatalmas megfejtés, hogy először az egyik oldalon szól a gitár, aztán a másikon is ugyanaz. Tehát, hogy annyira ötlettelen, sablonos, semmilyen lemez hoztak össze, hogy egyszerűen felháborító, hogy ezt hát, kimerték adni. Hát egy modern rock lemez, nevezzük így. De nem is a... Ja. Nézd innen! Tehát modern rock lemezként nézd. Ez olyan, mint amikor a Bullet kiadta a Temper-Tempert. Arra én se tudtam ugyanazzal a szemmel nézni, amivel néztem egy Screaming Fire-re, vagy akár egy Fever-re, mert attól is tök más volt. Átsétáltam a másik oldalra, és rocklemezként kezdtem rá nézni, és akkor kezdett beérni a lemez. Tehát próbáld meg úgy nézni, hogy ezt nem egy metalcore szintéről startolt banda követte, hanem egy Hát az, hogy négyen lettek, szerintem egészen biztosan hozott változást, mert valós már csak turnégitárosuk van. Na jó, de tehát, ha belegondolsz, eddig is Kellen McGregor volt az agy. Tehát ő csinálta a daloknak a nagy részét, ő csinálta a programozást, besegített az éneklésnél Metinek, tehát hogy ő vitte az egészet, és ő ugyanúgy ott van. Akkor azt mondom neked, hogy rögd a két ismeretlennek a Sleepwalkingot meg a Brokent, aztán rakd be ugyanannak az ismeretlennek az Asking debütöt, meg a tavalyi lemezt, idei. Ja, ugyanúgy nem fogja elhinni, és ugyanakkor startoltak, azért mondtam őket. Ugyanúgy nem fogja az illető elhinni, hogy ugyanazt a bandát hallja 10 év elteltével, 8-9 év, na. Tehát érted? Értem, amit mondasz, és egyébként tök jó a példa, meg jogos is, viszont tehát ahogy az Asking fejlődött, úgy a Memphis semmit. Tehát ez például szerintem azért egy elég nagy különbség, hogy az Asking az tudott egy olyan elejétől a végéig, nem is azt mondom, hogy eredeti, de izgalmas és slágeres lemezt csinálni. Addig a Memphis most a Brokennel csinált egy olyan lemezt, amit meghallgatsz 3-szor, és azt mondod, hogy hát a régi jobb volt, oké, és visszamegyek. Tehát, hogy nem történt előrelépés, nem történt fejlődés az egészben. Meti sem énekel akkorákat, mint mondjuk a 2009-es vagy 2011-es lemezeken. Vagy akár a Challengerön 12-ben. Tehát, hogy egyszerűen mintha egy ilyen kényszer lemez lett volna, hogy azt mondta a kiadó, hogy most négyen lettetek, oké, jöjjünk ki egy új albummal, mert kell, meg kell mutatni, hogy még mindig itt vagytok, még mindig csináljátok. És mintha nem lett volna kedvük az egészhez. Talán ez érződik, vagy én nem tudom. Hát pedig azt mondom neked, hogy az egészségesnek mondott 2 év azért megvolt talán ezek között, mert... Hát igen. Mert oké, a Halloween után kicsit gyorsan jött a Challenger, de amúgy a 2 évet kihagyják. Igen, tehát hogyha bárki bármit tud arról, hogy miért lett egy ekkora... Nem mondom azt, hogy szar, mert egyébként a lemez kurva jól szól. Tehát amit 2011-ben megtaláltak maguknak hangzást, azt most is tudják hozni 18-ba. Tehát ezt azért szögezzük le, hogy jól szól az egész. És a szokásos jó pillanatok most is ott vannak azért. Tehát így van. Nyitónóta az egész jó. Viszont én meg erre azt tudom mondani, hogy megvannak a jó pillanatok, de... Sőt, máshogy fogalmazom. Tehát megvannak a jó refrének, amik tök nagyot ütnek, hogyha olyan verzék után jönnek. Viszont hogyha az egész szám egy ilyen statikus szinten van, és nincsenek meg a kiugró pillanatok, meg nincsenek meg a mélységek, nincsen meg az erő benne, akkor egy gyenge lemez lesz. Mint ahogy nekem ez most egy gyenge lemez. Oké, szóval mi körülbelül ezt gondoljuk a lemezről. Ez most inkább az én területem volt, legközelebb majd BB fog hozni egy lemezt, aminél én leszek majd a kibic, oké, aminél én leszek majd a kibic. Viszont most a Memphis May Fire Broken lemezéről összefoglalva annyit tudnánk elmondani, hogy tök jól szól a lemez, Meti még mindig teljesen jól énekel, elfelejtett hörögni, tehát hogy teljesen kiherélték az egészet, nincsenek breakdownok, a számszerkesztések nekem tök ötlettelenek, és hoztak egy olyan featet, ami annyira kilóg a lemezről, hogy legszívesebben én elfelejteném, hogy rajta van. Én azt mondom, hogy akár várjanak többet is, mint 2 év, nyugodtan gyúrják ki a dalokat. Nem én vagyok a kiadó, nyilván nem én rúgdosom őket, de a Rise Records egyébként híres arról, hogy rúgdossa az előadókat, hogy termeljé. Viszont szerintem a Memphis letett már annyit az asztalra, hogy nem kéne nekik állandóan kijönni valami újjal, csak akkor, amikor ők már úgy érzik, hogy az egy kerek egész és meg van írva, és jó. Most meg ilyen nem történt. Tehát ugye ezt elkapkodták? Szerintem igen. Kevés volt, úgy látszik. Én csalódásként éltem meg. Tehát nekem ez most az évvégi negatív top listán mindenképpen ott lesz. Én meg csak azt érezném meg, hogy semmi olyan nincs rajta, amit nem hallottuk volna tőlük, vagy mások. Így van. Ti mit gondoltok róla? Mondjátok el kommentben, vagy mondjátok el Facebookon, vagy nézzetek le a Fülelőre, és ott is nyugodtan mondjátok el, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!